azon kevés magyar színészek egyike, akinek a neve az országhatáron kívül is ismerősen cseng. Ez olyannyira igaz, hogy például a legendás filmrendező Wim Wenders beválasztotta őt a világ tíz legjobb színészek közé, az Európai Filmunió pedig életműdíjal jutalmazta. A Los Angeles Times kritikusa szerint ő Európa legjobb férfi színésze. Más kérdés persze, hogy mi itthon, magyarok, mennyire tudjuk őt valós értékén kezelni. Cserhalmi György van itt. Jó napot kívánok mindenkinek. Fog, foglalkoztatja Önt, hogy mennyire fontos ennek az országnak? Figyelnek-e Önre, hogy, hát, hogy számít -e ez a, a Ez a legkevésbé, ami foglalkoztat, annyi minden van más. Ezek ilyen nagyon helyes, ilyen hiúság legyezgető dolgok, de nem többek és nem kevesebbek. Körülbelül ennyi. Több ebben nincs. A... a illetve, aki hát többre vágyik, az nem fogja megkapni. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy vágysz vagy nem, az úgyse kapod meg. De miért nem kapja meg az ember? Hát, mert, hogy mondjam, egyrészt, mert nem jár, ezt tegyük hozzá, mert akkor ugye lehet sorolni rengeteg szakmából, rengeteg figurát, fantasztikus fantasztikus tudósokat, sportolókat, művészeket még. És hát még azért még elmondhatnám Kovács nénit, akinek szintén járna, aki még a részeges férjem mellett eltart három gyereket. Szóval azért, hogy fékezzük be magunkat ebbe a kérdésbe, ez nem jár. Ezeket az ember megkapja onnét a szakmai helyekről, és egyébként ez nem, miért járna? Az nem bosszantja például, mondok akkor egész konkrétan, hogy én mire gondolok. A Zselari című, Zselari című film, ami Kis ilyen Oscar díjas lett, annak ön volt a főszereplője, a cseh kritika egybehangzó véleménye szerint a hátán vitte az egész filmet. Ha azt mondom, hogy agyon hallgatták itt Magyarországon, akkor még finoman fogalmaztam, hogy tudomásom szerint be sem mutatták. Megkapta ezt a bizonyos díjat az Európai Film Unió életműdíját, Mastroianni, Belmondó, Ornéla Mutti sorába tartozott. Ha jók az információim, egy magyar újságíró nem sok annyi nem volt kint a diátadon. Azért, az, azért jegyeztem meg egy kicsit hosszabb időre, mint ahogy szoktam a dolgokat, mert 127 televíziós társaság volt, és ezek között tényleg nem volt egy mai. Nem volt egy sem. Azért ez fájt, nem? Meghökkentő volt, és főleg azért volt meghökkentő, mert kvázi nekem kellett szégyenkezni. Hol vannak a magyarok? Kérdezték. Hát ezt én honné tudja. Ön szerint ez általános tendencia? Tehát bárki kapta volna Magyarországon, akkor sincs ott magyar újságíró? Biztos vagyok benne, hogy így van. Tehát én ezt nem, nem egy személy, személyemre szabó dolognak tartom. Biztos vagyok benne. Ez ilyen... Most túl azon, hogy nem akarok ilyen belemenni, hogy, hogy bárkit is kritizáljak. Ez együtt jár a, a, a ezekkel a helyzetekkel, amiket ma kitermel. Hát a, a folyamatos butítás. És hát ugye ez már elkezdődött tíz éve, körülbelül tíz éve kaptam ezt a díjat. Ez már nagyon érezhető volt akkor is. Tehát azt mondom, hogy, 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 hogy kormány és párt független. Hát van, van, történt valami velünk egy olyan húsz éve, amióta, most tisztelet a kivételnek, de olyan kollektív hűlést jelei mutatkoznak. Az volt a... Kiinduló pont? Tehát onnan indult az igazi lejtmenet, 89-től? Hát ezért volt egy-két ilyen gyanúsabb év, ami talán még arról is szól, szólhatott volna, hogy igen, meg lehet kapaszkodni, és nem és nem ne feltétlenül a politikáról beszélek, de beszélek szakpolitikákról. És ugye hát az nem, nem sikerült, akkor ehelyett kellett valami. Ugye hát a, a, ez az, amit kereskedelminek hívunk, ez szinte mindent fölürél ahova megy a reklám, ugye oda, oda, vagy ahova a marhasság megy, oda gyűlik a reklám. Innétől kezdve ez meg volt pecsételve, ez abszolút észrevehető volt, tehát meg, megfigyelhető volt a, a 90-es évek közepetáján, hogyha ha nem úgy játszottunk, mint egy brazil szappanoperában, akkor mi már nem is voltunk színészek meg színésznők. Hát egyszerűen a nézőben, az volt a friss nézőben, az volt a, 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 a színész, amit látott ezekben a ször, szörnyetek szappanoperákban. És hát mi meg nem úgy, nem úgy játszottunk, következésképpen mi nem vagyunk érdekesek. Van az a pénz, amire elmenekül a szappanoperába? Ne, Azért nem szeretek belemenni ezek, mert ismerek egy csomó embert, aki hihetetlen jó képességükkel bír. De tekintettel azért mert a helyzet olyan, amilyen évek óta. Nagyon meg tudom érteni, hogy hogy, hogy hogy föl szeretné nevelni a gyerekét, meg azért csekkeket is ki szeretné fizetni. Csak akkor egy idő után fölmerül az a kérdés, hogy akkor most büszke vagyok, vagy pedig nézem, hogy a kölykömi jelzik, vagy benyukas a cipője. Önél ez hogy van? Előbb a has, aztán a morál? Vagy előbb hát, a morál, én, és utána a has? Én, én nem tartok se sem se mással. Tehát ez, ez, ez úgy van, hogy, hogy tudni... Nem, nem, nagyon tett engem ilyen értelemben a szakmai életem próbára. Hát az elején igen, hát korgatni a gyomrunk, de hát fiatalok voltunk, ez volt a sorsunk. És még lehet mondani, persze, hát én is mindenféle dicsekvés nélkül mondhatom, hogy, hogy véresre fejtettem a tenyeremet a, a Ferencvárosi pályaudvaron. Tehát én is éjszaka eljártam, krampács követtem, összefagyva egy mázsába, egy tömb Jól fizették, és ezt csináltuk éveken át. Tehát nem, volt, nem esett le az aranygyűrű az ujjunkról, nem erről volt szó. Inkább az a baj, hogy az ember és az emberek, akik színésznők és színészek, a színházi munkájuk után nem kapnak olyan méltányos fizetést, amivel ők emelt fővel járhatnának. És azt mondhatnák, hogy igen, XY színésznő vagyok, és színész vagyok meg vagyok becsülve. Inkább az abban. Ez nincs. Ez, nincs. ez is a rendszerváltáskor indult? -e? Tehát ez a legtvenc? hát a rend, rend, rendszerváltás előtt hát azért bővibe voltunk. Volt egy olyan magyar televízió, amelyik ugye ontotta, és akkor most mondhatnám, de félre ne értsen senki a kedves nézőknek, és az, az újaknak mondom, hogy volt egy olyan televízió, amiben azért csak megszületett egy olyan 50-60 tévéfilm, évente 100-200 között tévéjáték, csak akkor még volt, a kulturális műsorokon, lehet verseket, prózákat, majd meg isten énekelni. Szóval egy nagyon gazdag, európai szinten is kiugró gazdag televíziónk volt. De ez eltartotta a szakmai részét. Volt egy nagyon gazdag rádiónk. Ugyanezt csinálta, csak rádióban. Az eltartotta Volt egy hihetetlen gazdag szinkronunk. Tehát a világ legjobb szinkroncsapat így gyűlt össze, most aki most hallgat egy, egy néz egy, 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 filmet, és hallgatja az alatta lévő hangot, akkor átkapcsol, mert ugye, ahogy szokták mondani, hogy leesik a képről a hang. De ez akkor ennek volt, mert hogy a legjobbak voltak ott, tényleg. Hát olyan fantasztikus színészeket ismertem én ott meg a, 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 a stúdióban, a szinkron stúdióban, akivel esetleg nem is találkozhattam volna soha a színpadon. És nem volt alábecsült munka, tehát nem egy ilyen rabszolga meló volt, hanem ez egy fantasztikus, fontos dolgot, és nagyon jól fizették, és aznap fizették, nem kellett rá várni hónapokat, hogy akkor majd utalunk, nem utalunk, hogy utáljuk egymást, vagy nem utaljuk egymást. És, és hát lehetett, azért mondom, hogy a megéletésről beszélünk, tehát ezekre az összegekre lehetett rendszeresen minden hónapban, minden nap, minden héten számítani. Nem akarok a zsebébe turkálni, ugye. de ön ma nagyjából egész éve szükséglete szerintél? Hát, attól függ, hogy kinek mit jelent ez. Az ön igényeinek megfelelően? Igen, én már tudom, hogy a halotti ruha nincsen zseb, úgyhogy engem ezek már annyira nem izgatnak. De bizony érdekel, amikor, amikor így körülnézek a környezetemben. Én a családomról is beszélek ilyenkor, nem csak a kollégáimról. Akkor néha elgondolkozom. Annyira kilátástalan, lesújtó helyzetet tapasztal? Tehát sokra hivatott emberek vannak periférián? nem ők kilátástalanok, ami körülveszi őket, az kilátástalan. Az, az, az azt mondani hogy az ember, hogy te kilátástalan vagy, hát az hihetetlen pecsét a homlokán, nem. Ő egy a sok, helyzetük. ő egy sokra hivatott ember, aki nagyon méltatlanul bánnak. Az csak egy ilyen újságírói, jó szokás szerint újságírói túlzás volt, amikor lehet, hogy azt adták a szájába, hogy Szegő Andráshoz folyamodik időnként kölcsönért? Hát vannak ilyen időszakok, amikor, mit tudom, az Andris felé fölé, vagy a És akkor, mit tudom, én velem is előfordul már, hogy Andiska kéne ide, nem tudom, hónapig, vagy holnap utánig. Hát, tehát ilyen van. De más nem hívok föl, csak őt. De, hogy mondjam, hát nekem soha nem volt szükségem úgy, hogy adjatok már nekem 5 milliót, vagy tízet, ennyit illik mostanában a kölcsön. az alatt már... Hát akkor komolyan vesznek vala, má, azért már eltörik a lábadat, esetleg mást is csinálnak. De tényleg ez egy olyan mai világban olyan pimp dolog, hogy az ember nem fordul egy ilyen kérdéssel a nagyvilághoz, hanem fölhívja a barátját, és megkérdezi tőle, hogy Andris, hogy van ott a zsebedben, vagy otthon, vagy valami. Nem, Andris azt szokta ilyenkor mondani, kétszer volt talán, vagy háromszor ilyen nagyon hosszú ismerettségünk alatt, mert vagy 35 éve ismerjük egymást, itt van nincs, de vadok a bankba. De fordítva is előfordult. Már. Egymás közt akkor megoldják. A zsárira visszatérve egy mondat erejéig, ö, megfejtette azt, hogy a cseh és a szlovák rendezők miért ragaszkodnak önhöz ilyen körmük szakadtáig? Mert tizenvalahány filmet forgattak hát Azt, most nem, azt nem, nem, állítanám, hogy körmük szakadtáig. Ők is a lehetőségeken belül tudnak csak gondolkozni de tudok olyanról, amire, amire nem tudtak meghívni, mert, mert hát se az utaztatás, se a szállodát nem tudták volna megoldani. Tehát ők is gond, bizonyos gondokkal küzdenek. Annak van előzménye, az pedig még a szocializmusban nyúlik vissza. Azért nem mondom el a történetet, mert rögtön úgy tűnik, hogy, olyan, hogy mondjam, szeretnek az emberek ilyen kicsit megesetten, elesetten, hősleg föltűnni hogy voltak olyan korszakok, amikor én is voltam, de milyen gyorsan elfelejtettetek. Hát én ebbe az utcába azért nem mennék bele. Inkább csak annyit mondom, hogy igen, volt egy idő, amikor módjukban volt engem a szocializmusban megszeretni. És ugye akkor még Csehszlovákia volt, és nem feltétlenül köptek le engem magyarként. És ahogy mint a magyarok is, az elég szépen köpködtek arra felé. Nekem ezt a dolgot sikerült, hogy mondják, áthidalni. Musa végig megy Prága fő utcáján, megállítják? Nem, 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 történik. Hát nem, nem hordanak a tenyerüket. Arról szó sincs. Hát ott is gyorsan megy az élet. Tehát szóval ez a zseler is, ez elég régen volt. Igaz, hogy azóta csináltam már ott filmet. Megnézte másfél millió ember? Tehát az, az egy lett ott se országban. Igen, bizonyos értelemben igen. Eh, inkább azt mondom, hogy, hogy maga a szakma azt tud rólam. Színész szakma, a filmrendező szakma tud rólam. És akiket a, a Cseh film érdekel, hát azok azért megismernek. Ingen. Akkor, amikor megtudta, hogy ez a film bekerült a legjobb öt film közé az Ingen. oscar gálán, akkor azért dobbant -e egy nagyot a szíve? Nem. Azért, mert a Troján, aki ezt rendezte, az André Troján, ő már a koljával nyert. Tehát ő... Szóval ez egy olyan fickó, aki nyerni szokott <laughs> ilyen oszkárdiakat. És hát, hogy mondjam, és egy olyan fazon is szóval. De az érdekes volt, hogy nem, az öt is érdekes volt, de a kettő az még érdekesebb volt. Tehát az a kettő, amelyik nem angol szász. Kicsit megbizsergette a tudat, hogy ez, ezt lehet, hogy megnyerjük? Nem, a csalás bizsergetett meg, hogy egy kanadai filmre mondták, hogy az se angol száz, amikor angol színészek játszották, angolul ment, angol volt az operatőr, minden. Csak ugye hát az egy francia nyelvterületnek minősül, ezért aztán nem lett angol száz. Hát, hogy mondjam, ezen inkább picit igen, de tudjuk, hogy milyen egy ilyen dolog. Úgyhogy az ember egy kicsit elhúzza a száját, és azt mondja, jó van, futottunk még rizi bizi és menjünk tovább, lépjünk tovább. Ezért nem is jár ilyen fesztiválokra és ilyen nagy díját a Én nem szeretem a fesztiválokat. Nem szereti, ha ünneplik? Nem, nem az ünneplés miatt, valahogy úgy alakult az én életem, én nem, egyáltalán, hogy ahol már nagyon sokan vannak, én nem szívesen megyek. Az öltöny zavarja, a feszélyezettség, az, protokoll... az a protokoll. Az a, része az rendben van, amíg, amíg, nem kell ott hajlongani, meg ilyen sajtótájékoztatókkal hülyeséget beszélni, megletesen furcsa kérdésekre. Kérdeztetek egy nagyon gonoszat? Igen. Nem lehet az, hogy nem beszél annyira jól idegen nyelven, és esetleg nem nyilván, nyilván ez is belejátszik, de nekem mindig kiváló tolmácsai vannak. Szóval akárhol hova megyek, mindig van ott mellettem egy-két ember, hol nő, hol férfi, akik fölváltva csinálják ezt a dolgot. Tehát ilyen értelemben nem kéne zavarba. Engem effektív zavarnak a kérdések. És, a, és az még a, a válaszaim is zavarnak. Mert annyira frissen érintik az embernek egy olyan területét, például, hogy díjat megnyerni, az egy, az egy nem egy e, normális állapot, az egy fölfokozott állapot. Most ott valamit kérdeznek, erre hirtelen válaszol az ember, másnap már nem ezt válaszolná. És akkor nyilván mindig belekerül valami, és én már nem szeretek megbántani se fűt, se vád, se virágot, se koszorút. De ez mikor múlt előben? Nem azt mondom, hogy régen ilyen nagy hát, megbántós ne, volt, nem, de szelidült sokat, ezt gondolom. Nem, többen nem, múlt. nem. Ilyen értem, hogyha szakmai kérdésekről van szó, akkor így bele pacekba. De amikor minden agyon van keresztbe, kasba, politizálva, meg tudom, hogy milyen gazdasági háttere van egy mondatnak, meg azt is tudom, hogy hány forintért mondja álfával. Szóval. Ilyenkor ezekben nem megyek bele, mert annyira fölösleges, piti, kisszerű ócska. És ilyenkor hol van? Mondjuk egy Oscar diát adókor. Otthon, ja, nem, úton? én aludtam kék úton. Aludt kék uton. hát persze, igen. És nem volt az ön, hogy lehet, hogy megnyerjük, lehet, hogy egy film, aminek én vagyok a főszereplő. Meg tudom, Oscar is diás. reggel, nem? Hát ma, ma, is megtudtam, hogy jobban van nyert reggel, és jól vég, végig aludtam az éjszakát. Pedig Jó. az fontosabb. Egyébként soha nem foglalkoztatta az, hogy mondjuk Amerikában, milyen karrier várt volna önre? Állítólag egyszer azt mondta Garas Dezsőnek, hogy ha mi oda születtünk, mármint hogy ön és Garas, akkor lehet, hogy pár sztárt megspórolunk Hollywoodnak. Ez konkrétan így hangzott el. De hívtak valamikor 80-as, hogy volt ez? Pár még dátumot is tudok mondani, 81-ben de amikor a mizantróbot próbáltuk, olyan 86-87-ben ajánlottak nekem oda szerződést. És akkor jöttek ott, ültek ezek az urak, meg hölgyek, meg Ráadásul nem is volt hozzá protokoll, mert szokásomhoz híven, hogy ez ilyen ebédre nem mondtam, hogy arra nem megyek el, de lesz délbe szünet, ugorjanak be a színházba. Ott ültek az öltözőbe, és mondtam nekik, hogy, hogy mikor, hát mostantól. De mondom, hogy uraim, én most a mizantrópot próbálom, és fogom játszani, ez mégiscsak Moliert. És akkor először nem is értették, nyilván azt hitték, hogy viccelek, vagy, de ezt akkor látták, hogy komoly. <laughs> és akkor azt mondja, jó, hát ez hülye, rendben van, menjünk innen. Nem is játszik el a gondolattal időnként, hogyha összejött volna egy igazi nagy hollywoodi karrier, és azt szokták mondani, hogy a igazán nívós magyar színészek ugyanúgy megállnák a helyet Amerikában is, vagy bárhol a világon. Mi mit kezdenék vele, tessék már mondani. Hát a színész nem de, annyira. Mit, mit kezdenék vele? Megpróbálnak megoldani helyzeteket Tibetben, megoldhatatlan helyzeteket. Elmennék Közép-Afrikába, fekete gyerekek közé, akik étszer születtek, étszer anyukától, se gyógyszer, se víz, se semmi a környéken. Oda megyek, megsimogatom buksiukat, ott hagyok 200 ezer dollárt és csókolom, már el van lopva. Mit kezdenék én ezzel a kérdéssel? én egy magyar filmben, ha éppen van, ugyanolyan jól játszom, mint hogy egy amerikaiban játszanék. Szóval ilyen értelemben engem ez nem hoz ki. Az pedig, hogy van ott egy ilyen fővonulós élet, hát attól én, azt én nem szeretem, nem akarok máshogy beszélni, azt én, de ők se. Ők se? Ők, hát nem, hát ez, ezek egy, ez egy oktrojál dolog az ő életükben. Hát hogy mit, mit szeressen benne nyomorult már 200 kétszázadszor ugyanazon a kókusz ugyanazok között szerencsétlen. El, egy húzatban álló emberek között kell ott elmenni, és akkor csak egyikében jobbról fúj a szél, másikében jobbról fúj a szél. Nem politikai értelemben, hanem hol erre van fésülve, hol arra. Szóval ennyi a különbség. Egyébként meg hát mi? Itt Magyarországon az érdekli, hogy a szakma, a színházi szakma mit gondol önről? Mik a visszajelzések? Foglalkoztatja? Nem. A, 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 mindenre azért nem lehet azt mondani, hogy nem. Van, van persze egy például az előbb emlegetett Garos Dezső, aki talán nem ilyen nyilvánosan, de ilyen csendes barátja lehettem, ő mindig is érdekelt. Mit csinál, mit gondol rólam, nem személy szerint, az is kiderült néha, de mit tudom, én valami látott, és viszont... Szóval vannak nekem ilyen, ilyen embereim, akik, akik hölgyek, urak, akik, akiknek a véleménye nagyon is érdekel. Adott esetben felül is bírálja saját maga a korábbi álláspontját szakmai értelemben, ha mondjuk egy garas dező, dezső, tesz egy megjegyzést, vagy magyaráz el valamit hát az ő aspektusa ez, szerint? Ez, ez szinte mindennapos. Tehát én akár nem kell ahhoz hogy egy ilyen nagyságrend mondja, hogyha kellékes azt mondja, szerintem azt próbált ki, az abszolút. És ki is próbálja? Hát hogyne, hát ez csomó jó született már ebből ilyen formán meg lehetett és meg lehet önnek mondani, ha valami nem jó. Nem tetszik nekik. Hát, soknak, kevésnek éreznek hát, egy eszközt, egy hangsúlyt. Hát azért van próba, hogy mindent kipróbáljunk. Ott ül kívül a kontroll. én ott próbálgatok, magamat nem látom, ha csak nem gyakoroltam kell előre otthon a tükörben, és így mondjuk ez távol áll. De hát ők nézik kívülről, a rendező a nézőtér, azt hiszem, és súgó, a műszak meg két oldaltról. És hát az néha oda akkor hogy ez valahogy, nem? Hm. És akkor a vége, mikor összeáll egy kép, akkor legalább ő is benne van, és együtt vagyunk boldogok. Ez teljesen rendben van. Majd nem mindenkitől elfogadja? Tehát már a rendezőket említettünk? Vagy azért a rendezője Nézd, válogatja? hogyha a ötödik, hatodik rossz, rossz, instrukció, tehát használhatatlan instrukció, akkor már, akkor gyanakszom. Tehát akkor és akkor csinálok egy olyan trükköt, hogy végül is azt higgye, hogy ő mondott valami marha jót és... De úgy is. De is az történik, amit a színész hát akkor, az, akkor igen, igen, akkor az. A szokmából hány barátja van? Hát így látványosan igen. nem igen. Nincsen. Nem is igényli? Hát én ilyen magamnak való vagyok. Tehát nagyon jó leülni néha, hogy meginni egy 20 korsó sört a haverokkal, és az, az ott rendben van, de akkor az három hónapig, nem, nem tudom, hogy mit, mit csináljak. Hát együtt vagyunk egész nap. Akkor még este is, meg napközben is, hogy hogy legyen ez. Valahogy úgy van, hogy az ember előbb-utóbb otthon is megtalálja a barátait. Kék uton? Hát otthon, benne. A, a, ott van nekem egy lányom, meg egy feleségem, hát igen, hát elbarátkozgattunk egy ideig. De elég nagy társasági életet élt azért régen, szóval erről elég legendákat nagyot, lehetett hallani. Elég nagyot, igen, elég nagyot. Ezek a szenvedélyek, vagy ezek a társasági kedvez elmúlik az emberből egy idő után? Ez egy jó szórakozás volt, volt egy rendszer, ami, ami hibernálta a társadalmat, mi meg úgy gondoltuk, hogy mi egy kicsit meg más, más hőfokon leszünk. És ez egy jó szórakozás volt, hogy ott tanultunk. És akkor igen, hát milyen botrány. Borzalmas botrány, egy botrány, elviselhetetlen szó. Szóval, és akkor az ember egyre jobban röhögött. Maga, maga, a rendszer volt a botrány, csak azt nem volt hajlandó észrevenni senki, vagy nagyon kevesen. Sok olyan történetet hallott, ami úgynevezett, hogy úgy a Cserhalmi legendárium része, holott köze nincs a valósághoz, és kvázi irigykedve hallgatta, hogy bárcsak így történt volna. Annyira jó a történet? Magyarul sok túlzás van ebben? Én így... azt gondolom, hogy igen. Tehát ezért ez egy nagy fantáziával bíró a társadalom, a színésztársadalom. Hi Hihetetlen G gazdagon tudják díszíteni az indiciálékat. Úgyhogy igen, hát persze, tele van túlzással az egész. Hát de van olyan, aminek a magia se igaz. Általában nem irigylek történeteket, mert van elég nekem is. Ez hogy kell elképzelni? Tehát annyi mindent lehetett ezzel kapcsolatban olvasni. Mondj egy példát. Is, Tivornyázásokat, iszogatásokat, mulatozásokat, balhékat, verekedéseket? Hát mindegyik volt. És néha volt, hogy egyszerre volt mindaz, amit fölsorolt. De hát én ebben nem találok semmi különös. Hát az ember fiatalon ilyeneket is csinált. Tehát én mondjuk nekem nem az volt a mániám, hogy Persze olvastam is jó sokat. Meg. Hát akkor még ilyen számítógépes beidegződések nem voltak, hanem semmi. Hát mi úgy gondoltuk, hogy Jézus Isten ne tejen már úgy el egy nap, hogy a házmester fölír, amikor hazamegyek, fölír, amikor elmegyek. Ne tejen úgy el egy nap, hogy ne kelljen mindenkihez kérvényekkel, pohászokkal folyamodni, borzalmas megcímzésekkel és egyebekkel történjen már valunk, velünk valami. És mivel azt persze kezdettől tudtuk, hogy a demokráciának a legősibb színhelye a kocsma, tehát ott kellett elkezdeni. És mivel, hogy kívül nem volt demokrácia, ott is fejeztük be. Ennyi az egész. Ez milyen hosszú ideig tartott? Voltam még három-négy napot, volt olyan, ami tizet, voltam még egy-kettőt, tehát szóval, el voltunk ezzel a... Ugyanis ezzel a... is előfordult, a... előfordult, hogy munka közbe, vagy munka fázis olyan alatt történt elfordult. ilyen? ne, sokszor. Jobb vagy rosszabb színész az ember az alkohol hatása alatt, akár minimális mértékben az, is értette. De... A volt. Olyan soha nem fordult el? Olyan nem. Olyan nem. Olyan nem. Nem, Ez, ettől én mindig óvakodtam. Tehát az, 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 olyan embert nem talált, hogy a cserami részegét eloldásra. Ha valaki beállított volna így kollégája, a szóvá is teszi azonnal? Bizonyos embereknél soha mi kell ahhoz, hogy valakinél az ember megbocsátó legyen? Egy sors, amit én pont látok, és ráadásul nem kívánok magamnak. Mondjuk a Latinovics, vagy kire gondol? Nem, nem fogom megnevezni őket, mert nyilván nem, nem rendelkezek olyan übervenc tulajdonságokkal, hogy bárkire is rámutathassak. Latin is megtehette, hogy kivételes zsenie volt a magyar, nem is zseni, egy olyan figura volt, ahol a zsenik inni járnak, szóval, én, hogy mondjam, tehát ő, ő sok minden, és még őse és még őse nem mások miatt, persze az is, igen, az érte szó a házelét, hanem belehalt a lelkismeretfordulásba. Azt meg Ezért lehet fogalmazni, sem. hogy Latinovics Zoltán mi volt önnek? Egyfajta apakép, mentor, cimbor, haver, idol. Hát együtt, hát nekem volt rendes jó apukám, nekem ráadásul az Oliva jó haverok voltak, úgyhogy egy ilyen színházi apuka. Egy ilyen színházi apuka. Én a haverségeknek nem mennék el, mert azért én ennél sokkal jobban tiszteltem őt. Nem csak a köztünk lévő korkullemség miatt, hanem ő valóban egy, egy, legalábbis az én nemzedéken bizonyos tagjainak feltétlenül volt és hál' Istennek úgy duskáltunk, meg volt akinek a Gábor Miklós, volt akinek a Darmas Iván, volt akinek az őze. Igen, hát nekem ott volt az Oli meg a Lajos. És ez, 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 feltétlenül, ez feltétlenül az én szakmai életemben is erős nyomokat hagyott. Az megfogható, hogy hol tetten érhető? Ez egy eszközben, egy szemléletmódban, hát, habitusban? Nem. Nem, ez mind igaz, csak ez, ez ezek, a maguk idején igazak. Hát én azért, hogyha belegondol, akkor én náluk azért már jóval idősebb vagyok. Tehát megfordult a, a, a menet. Ugye nagyon korán mentek el. És én már 65 vagyok. Tehát én egészen máshogy gondolkozom azokon a dolgokon, mint ők a saját maguk idejében, az egy Zoli 44 és fél éves, a Lajos meg 57 vagy 47. Tehát szóval, van különbség. Tehát az én megéltségem már jóval nagyobb. Azt nyilatkozta egy helyütt, hogy, és azt mondom, ez egy Csehov idézet volt valamilyen szinten analógiába állítva, hogy itt nyugszik Cserhalmi György, jó színész volt, de nem volt egy Latinovics. Ezzel mit akart mondani? Ja nem, hát ez, 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 ez egy, ez, ez egy trigorin. Ezt, ezt valaki kicsavart, nem, ezt a Trigorin mondja, hogy itt, itt, itt nyugszik Trigorin, de nem volt egy turgenyebb, vagy nem tudom, igen, hogy... semmi, igen. hát ez, ez egy ilyen, ez egy, ez egy játék. De egyébként nem, nem ezt akartam kiírni hanem hogy azt akartam volna kiírni, hogyha eljön az ide, hogy sokszor meghaltam már, de ennyire még soha. Ez az, az, ehhez képest igazabb. Nem volt ebben egy olyan összehasonlítás de... saját magával, Latinovicsal szemben? Hát én azért ezt fölteszem ezt a kérdést, hogy minek kéne hasonlítgatni egy 21. században élő embert egy 20. században meghalt emberhez. Jó lett mind a kettőnknek 19. század indulata és ízlésünk volt. E, azt, hogy, azt, hogy itt piac van, azt én megértem. E, azt végképp nem értem, nem értem meg, hogy, hogy mi értelme van itt az összehasonlításnak színészeket nem szoktunk egymáshoz hasonlítani. Azt szokták mondani, hogy a mostaniak vannak-e olyan jók, mint mondjuk a 70-es, 80-as évek generációja. Azokat kabosékhoz, latabárékhoz szokták hasonlítani, hogy nem menjünk visszafelé. Lehet, hogy ez egy magyar betegség, de a színészek esetében szerintem ez tipikus itt Magyarországon. Hát lehet, hogy tipikus. Ennél ez kicsit érdekesebb, hogy azért minden egy picit fejlődik. Ha nem is olyan, olyan tempóban, ahogy mi szeretnénk, már ami. A mi, mi művészeti águnkban, a színházban. De valamennyi mindig megy előre. Tehát ők a maguk helyén, a maguk idején voltak óriásiak. Most, hogyha őt most ide átrakjuk, a, az a technika, ami mögötte van, az nagyon jól működik. Tehát az összes kifejezésmód, ez valóva elmegy már. Korszerűtlen? E, hogy mondjam, nem jó szó rá. Nem, attól félek, hogy kinevetnénk őket. És ahhoz megint meg kell érni. Én emlékszem, amikor a 70-es években én hallgattam Szacsvai Imrétől, a, ami az egyik ö, első lemezfelvétel a rádiónak, és még elég lecsegve hogy a rivumból néha lejátszák, és olyan mulatságos volt. És amikor most valamit rendeztem vidéken, és, és abba bekértem, most meg már majdnem elsírtam magam. Tehát számomra valószínűleg arról lenne szó, hogy nekem potyogna a könnyem. De a nagy átlag az kinevetné, és ennek nem szabad kitenni az egészet. Ő egyébként egy ilyen nosztalgikus ember? Tehát mondjuk hihetetlen nagy színészekkel játszott együtt. Gobbi Hilda, ő azt hiszem barátjának mondhatja mindkettőt. Ugyanez igaz Latinovic Zoltánra. Az a fajta típus, aki mondjuk egy színházi társalgóba a fiataloknak egy-egy jól irányzott pedagógiai mondattal, egy-egy történettel próbál valamifajta fajta utat mutatni? Hogy ezt hogy csinálta annak idején az őze? Nincsenek ilyen ambíciói. Néha elmondok egy-egy történetet, de nem tanító szándékkal, és nem nasztalgikusan. Hogy mondjam, mi egy anekdótázó nép vagyunk, és mindenről minden eszünkbe jut. Én mondok egy történetet, nyilván az egy, a véget ér, az magának egy végszó lesz egy másik történethez. Ilyen értelemben szoktam mondani, nem példabeszédet, tehát utalnék, hogy, hogy semmiféle, semmiféle pedói szándék nincs ezek mögött, hanem, ha, hanem, hogy egy bizonyos előítéletből hogy tudta Lajos kilépni egy mozdulattal. És az milyen megalázó volt azokra, akik előítélettel illették őt. Ilyeneket a saját maga élete során is tudott gyakorolni? Hát, Hasznosítani? Én, ezt, hát én, én ezt nem, én ezt úgy nem érzem, hogy, hogy nekem hogy hasznosítanak kéne ezeket. De vagy rosszul játszom, vagy jól. Ez az én dolgom. Aztán, hogy otthon mi van, az egy más, más történet, mert az a magánéletem. De nekem a színházban, vagy a moziban, néha a televí ez a dolgom. Nekem más dolgom ott nincsen. Hát nem azért hívnak engem oda, egyre egrecírozottassam a fiatalokat. Vagy volt ilyen ambíciója régen, hogy szeretne tanítani az egyetem a színház és egyszer a volt, egyszer ami volt, most már egyetem? Egy, egyszer volt, akkor is egyetem volt már. Egyszer volt egy ilyen, egy ilyen rohamom, amikor találkoztam egy, egy, rendező, fiatal rendezővel, aki hát gyakorlatilag analfabéta volt, és nem értettem, hogy hogy lehet ezt akkor. Talán akkor én ennyire én is meg tudnám tanítani, szóval mi a fenének töltött el ott négy évet. És akkor éreztem magam egy olyan ambíciót, hogy jó, hát most annyit tud, hogy egy. És én is tanítom még négy évig, akkor fog tudni annyit, hogy kettő. És az már egy kettő, száz százalékos a javulás. Szóval így értettem, hogy volt bennem ilyen ambíció. Nem is próbált meg ez irányba tenni bármit is? Nem, fölívtam a Székely Gabit, elmennék, aztán tanítani nekem, na azt nem lehet, ennyi volt az egész. De mire hivatkozott? Miért nem lehet? Nem merik odaengedni a fiatalok közé? Ez baromi jó lenne, hogy ezt én így elmondhatnám. Azt mondta, hogy nem lehet nekem ebből ennyi, ez nekem mindennél többet mondott. Nem is kérdezett én tovább? soha többé semmit, soha. Én azt se kérdezem meg, hogy kivel játszom. Mi ezt meg... nem mondja komolyan. Tehát fölhívja egy rendező, vagy megbeszélik azt, hogy most ön lesz ez és ez, nem tudja, hogy Bacsó Péter tanuljába, vagy a kezdet kezdetén nem tudta, hogy ki lesz a partnere? Nem, nem kérdezem meg. Majd nem mindegy, hogy kivel játszik? Nem, azért nem kérdezem meg, mert az vélemény. Azonnal vélemény. És megint nincsen jogom hozzá, hogy, hogy még egy első készült valamiről véleményt mondja. Nem kérdezem meg, az a, az a rendezőnek a saját is kockázata, hogy milyen a szereposztás. Ha később negatív tapasztalatai vannak Aha. a próba folyamat során, és mondjuk rájön a partneréről, a konkrét partneréről, akivel mondjuk hat jelenete van együtt, hogy analfabét, ha ezt a szót használtuk előbb a Ez az, az első akkor... nap napkiderül. Akkor azt megmondja a rendezőnek? Meg. Meg neki is. Meg neki is? Hm. Így ez pacekba? Szakmai, ez szakmai kérdés. Erről beszéltünk az elején, szakmai kérdés pacekba. És volt már, hogy meg is mondta, tehát erre konkrét, nem kérek neveket nyilván, csak arra, hogy kíváncsi, ilyet például egy fiatalabb kollega, hogy reagál -e? Le. Tehát amikor azt mondják, neki néz, ez, ez nem fog menni. Nem biztos, hogy így kell mondani. Azt kell mondani, hogy próbáld meg jövőre. Hát humánusabb? Nem, nem feltétlenül a csomagolás miatt, hanem van bennem némi igazságtartalom. Tehát mikor azt mondja egy író, hogy nekem minden darabomat visszavágják mondjuk a katonai József színházba, és ezért elkezdős lenne lenni a színázba. Nem az, hogy elő is vehetné, újraolvashatná. Ja, hogy erre gondoltak, hogy ezért dobták vissza. És akkor javítgatna rajta valamiket, és akkor megint beadja. Előbb-utóbb három-négy év alatt csak oda jut, hogy bemutatják, vagy ott. Ilyen értelemben van benne perspektíva. Akkor el gondolsz, hogy vajon miért nem. Nyilván először hiúsági kérdés lesz belőle de hogyha van egy pici magához való esze, akkor előbb-utóbb rájön, hogy, hogy lehet ezen változtatni. Most ez idő szerint annyit dolgozik, amennyit szeretne? Hát az ember soha nem, mert hogyha keveset dolgozik, sokat szeretne, sokat, akkor keveset, kevesebbet. Ezek, ezek én azért, bocsáss meg, nem tartom ezeket jó kérdéseknek, mert ez mindig így van mindenkivel. Hát a maga nem látszik ki a melóból, aztán van egy olyan hónap, amikor meg alig van. Mit lehet erre mondani? De szeretném. Akkor máshogy kérdezem. Okoz a színház, a színjátszás akkora örömet, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt? Nem. Nem. Tud mondani egy pillanatot, amióta ez mondjuk hanyatlik? 20 évvel ezelőtt a magyar színjátszás, 20-22 évvel ezelőtt. Soha nem látott állapotban volt, csodálatos állapotban, a legjobb karban, szinte egész Európában. Olyan fantasztikus tréning volt körülöttünk, olyan, olyan munkabírásunk volt, és ehhez nagyon érdekes módon a képességünk is földöttek. Mert van, hogy fordítva történt, történhet a dolog. Ez ritkában történik, meg és mégis megtörtént. Szóval akkor. Elindult vagy 40 olyan színésznő és színész a pályán. Vagy éppen már úgy elkezdte. Ma is csodálatosak és, és megrendítő élmény őket nézni. Bármikor, bárhol, és bármely pontján a világnak, mint mondtam. Ugyanott tartanának, mint itt. És ez nem tudott többé megtörténni, mert mondom, ez a sok kiszolgáló, támogató hely, amit az előbb felsoroltam, televízió, rádió, film ezek meg sorvadoznak. Lát valami kiutat? Valami pozitív? Hát ez nem az én dolgom. Jövőkép? Ez nem az én dolgom, hogy kiutat lássak, keressek. Az valaki egészen mások. El, első valakinek erre van pénze. És akkor az, ráadásul a pénzével meg afelé gondolkozik, hogy amit maga kiútnak hív. Tehát nekem ilyen kérdés, majdnem ne is leges megtenni, mert hát hogy ne lehet álmodni, csak hát ahhoz kéne valami lóvé. De azért ez a dolog foglalkoztatja, kevés olyan színészt ismerek, aki elolvast volna például a filmtörvényt, vannak víziói, van nagyon markáns véleménye. Nem mondja, hogy ez nem foglalkoztatja. Igen, de mondom, ezeket, ezt én mondhatom, de nem nálom van a lóvé. Egyébként egy társulatban belül, tudom, hogy most nem de mondjuk egy társalgóban. Hogy érzi magát manapság? Ott hát, is a nívó, ott is csökkent? Nem. Ez, ez, ez ne, azért baromi érdekes, mert, mert iszonyú helyesek, az, a, a, egy, egy népe az nem csak színészből áll. Az ott mindenféle van. Mindenféle. És most azért van, aki diszletet tologat, és közben beszél két nyelvet, és egyébként meg meg matematika a tanár, meg a fene tudja mi minden, hát jogász, minden összegyűlik. Hát, bizonyos értelemben még érdekesebb, mert nem egy ilyen zárt körű köldök nézős, hanem egy, hát meg maga a számítógép az azért szétfeszegette a dolgokat, és most már ugye egy társadalmi élet nem arról szól, az teljesen olyan, mint egy bankirod, de mindenki ül a gépe fölött, ez ott kocogtat. Van olyan társulat ez idő szerint, ahova jó szívvel és mondjuk első szóra elmenne? Nincs. Megint csak oda tudok mióta nincs? Melyik volt mondjuk az utolsó? Nem, én vagyok az oka. Én vagyok az oka. Nem, én, én már, hogy mondjam, egy időben nagyon szerettem közösségekbe lenni. Hossz, csináltunk is színházakat. A, ugye a katonát azért csak mi csináltuk annak idején, és utána az új színházat is. Amikor az új színházal a politika ilyen brutálisan el, elbánt, Annél tőle nekem nincsenek illúzióim, tehát én nem akarok senkihez és semmihez se tartozni. Mert tudom, hogyha kötődni fogok hozzá, érzelmileg is, nem csak anyagilag, akkor megijön egy ilyen bunkó, akivel egy százösszöget be lehetne ütni a falba, és megszünteti a színházat. Majd holnaptól már nincs, de amit tönkretett, az többé nem áll föl. A pályán érzi annak a hiányát, hogy mondjuk egy Székely Gábor, formátumú ember mellől kénytelen-keletlen el kellett jönni? Tehát, hogy nem volt ön mellett egy ilyen rendező, aki ön gondolkodik hosszú távon? Ha hát, már az új színházat említettük. Hát Ez mindenkinek hiányzik, nem csak nekem. És mi nem álltunk föl mellőle, mi mai napig mellette vagyunk, csak ő nem akar hasonlókok miatt többi színházba rendezni. Szóval az a néhány tahóvári most elnézést kérek, venni. mondhatnék rosszabbat, annyira szeretnék most tényleg gonosz rondákat mondani. Nyugodtan, vagyunk. Ilyen hihetetlen eke agyú lumpenek, szellemi lumpenek ki tudnak iktatni a magyar ö, ö, színházi életből egy székeny Gábort. Ott az az ország kulturális élete szégyelje magát. Ha ma már, bocsánat, kérek, egy bolha mellett kiáll mindenki, és kardot rántanak, mint a verebek a körtefán. Ha kell, ha nem. Egy európai világformátumú fickó mellett ott kushatta a szakma, és befogta a pofáját. Állt haptákba. ilyen Körmendi nevű, Micsurinok meg Siffer János nevű senkiháziak előtt. Kulturális senkiháziak, úgy értem, mert ő biztos a maga nemében egy nagyszerű apuka, vagy nem tudom micsoda. Az, hogy más hallgatott, ön pedig fölemelte a szavát, az abból fakad, hogy önnek fejlett túlságosan az igazságérzete, vagy a többiek gyávák, vagy szellemileg lusták? Mondom, hogy mi... Milyen jó edzésbe voltam, mondom, a szocializmus alatt, most már kimondom a rendszer nevét. nem szeretem, mert akkor azt mondják, hogy áh, visszafelé mutogat. Én edzésben voltam, tehát mi voltunk páran, akik ott is mondogattuk a magunkét. Tehát nem esett nehezemre most sem mondani. Soha nem félt? Nem. Van olyan dolog ma, amitől fél? Öregedés, pénztelenség, dologtalanság, betegség? Hát persze, ezektől mintől. Tesz ellene, amennyire egy ember tehet, mondjuk karba tartja magát, egészségesen él, nem cigizik, Olvastam most egy statisztikát, akik, hogy mondjam, fogják be a fülüket, mert tényleg nem kellemes, amit elmondnak. Csináltak egy, egy, ilyen, egy ilyen rák statisztikát Amerikában a tüdőrákról, és kiderült, hogy a 100%-ból, csak 500 ból okozza a dohányzás a rákot. 500 ból egy a dohányzás ja, minden, miatt történik? Minden miközben azt mondják, hogy tulajdonképpen a 60-70 százalékának van De ennek így is kell lenni, hogy ezt mondják, mert tényleg egy undorító szokás, meg úgy, ahogy van csapnivaló, meg nem úgy születünk, tehát cigivel a szánkban. Igaz, hogy éppen nem falunk fel egy disznócsap, amikor megszületünk. Nem is erről van szó. Há, hát, nem, azért, mert, mert, és hogy, hogy tesze az ember valamit, hát hogy nem mindenféléket megtesz, és, és, és közben meg semmit nem. Mert az nem módszer, hogy jó, most van egy kis szabad időm, aztán hülyére dolgozom magam, már olyan értelemben, hogy nekiállok futni, meg súlyzó lovagol, tudom én valamit csinálni. Aztán meg három hónapra be vagyok záró négy fal közé, és ki nem jövök, csak mesterséges fényt látok, és tanulom meg az oldalszámra a szövegeket. Hát emögött nincs semmi rendszeresség. Az igazság igazságérzetét említettük az előbb, és azt mondta, hogy edzésben volt a szocializmus alatt. Ön így született, vagy látott egy ilyen családi példát, hogy igen, az embernek ki kell állnia, az élére kell állnia a dolgoknak, és ha séreleméri, vagy úgy látja, hogy valakit valamilyen módon megtiportak, akkor annak a védelmére kell sietni. Hát ezt ritkán mondtam el, talán még sehol. Itt elmondom, de csak egy mondat elég, és semmiféle további kérdésre nem válaszolok. Én azért eltöltöttem egy évet az 50-es évek közepén javító nevelőintézetben. Minden onnét jön. Uh -huh. Minek kéne történnie, ha azt említettük előbb, hogy érre áll, és megvédi az embereket, hogy mondjuk 89-hez hasonlóan megint kiálljon, és komoly szerepet vállaljon valamilyen társadalomban. ez, ez most egy komolytalan dolog volt. Azért ez, ez borzalmas, ez a Churchill-i mondat, ez teljesen igaz. Mi csoda? Hát az, hogy nincsen nevetségesebb egy öreg forradalmárnál és egy fiatal konzervatív. Szóval ez azért, ne, hát azért álljon ki, aki akar. Hát hogyha van, annyi embernek van mondani valója, ott van a netvilág, tele van mindennel. Ezek most már, ezek ilyen posztames helyzetek. Szóval ugye a Petőféről is kiderült, hogy nem ott állt, ahol... Hát de ott állt, március 15-én ott de, állt, 89 De, de ez lehet, hogy száz év múlva nem lesz már tősdepalut, és azt mondja, hogy itt volt valami, és lehet, hogy, de nem, a másik meg azt mondja, és addigra már eltüntetik nyilván a történelemkönyvekből ezeket az anyagokat, mint ahogy nem is nagyon lehet hozzájutni ma már. Szégyelli azt az epizódot? Hát hogy Mint távol szégyelném? akarná én, nem, nem, én nem szégyellem, nem lett előle semmi. Semmi? A hát 12 mi? pontból semmi? Hát mi lett belőle? Hát te hazamentek az oroszok, de hát az mondjuk null pont volt. <laughs> hát az volt a nulladik pont. Az feltűnt, és most is így van, akkor is, amikor felolvasta a 12 pontot, a zsebébe voltak ezek. Mm. Ez tudatos volt? Igen, nem szeretek, mert mikor elkezdek unni egy beszélgetést, akkor elkezdek marhára gesztikulálni. És én nem szeretném magát egy ilyen kérdéssel elni de nem unom. Nem mondja? De, de megmondanám, mint a színész Abszolút, elnök, Abszolút. Nem. Az igaz, hogy annyira berúgott aznap, hogy a BBC akart tönnel interjút csinálni, és nem ment el? Olyan sokszerű élmény érte, amikor kiállt a én, tömeg elé? Én a barátomat cipeltem a városban végig a Na látja, ez egy újabb legenda, amit már máshogy mesélnek el önnel kapcsolatban. Hát persze, ez, ez, ismerem ezt a történetet. Igen, muszáj volt vigyázni rá. Abszolút. De sok élmény volt? Mi? kiállni ez? március 15-én, ott állni, és egy gyúanyaggal az ember kezében, most virtuálisan értem, én persze, nem. mondani valamit, várnak az emberek valamit, és fölismerve azt, hogy ez egy történelmi helyzet. Vagy ez csak én 27 évesen gondolom óriási tettnek. Nem hiszem, hogy... Hát volt, az előélete az érdekesebb volt, mikor hogy megkértek rá. És igazából nem is tudtam, hogy mire. Néztem ezt a 12 pontot, a lap hátulján volt egy, egy, egy... Népsorra egy névjegyzék, hogy milyen demokratikus szervezetek támogatják. Hát gyakorlatilag mindenki rajta volt, hogy támogatja. És akkor még mindig volt bennem egy kérdés, hogy miért engem kerestek meg ezeken pont, miért? Hát itt annyi helyes gyerek van meg, nőci akárki. Meg hát igen, aki politikai pályára vágyik, az gyönyörűen el tudnám mondani ez érdekes volt a történet, és kértem is gondolkodási időt, azt elszigyeltem magam. Igen, és mondtam, hogy akkor nem kérek, hanem csináljuk. Eddig volt, eddig volt, furcsa a történet. Ott, ott egy feladat. És ráadásul egy olyan, olyan feladat, amit hogyha lovon ülne az ember. Na most bedobjam a szárat, aztán legyen egy rajta-rajta, és ami szól a csöven, vagy pedig finoman fogom vissza mindig, nehogy, nehogy éppen, hogy elinduljon a ló, hanem arra menjen, amire mi akarjuk. Ennyi volt benne a, 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 az egész. Igazából hazamentem, gyerekemben nem volt, már csak ez is hülyeség, amit az előbb tetszett mondani. Hazamentem, fölmentem utána a várba, délután ott is volt egy ilyen megmozdulás, és ez az utolsó gyönyörű emlékem erről a napról, hogy a Korágy György és a Csurka István karta karba ott mentek fönn a várba, a, a felvonulás irányába. Na most Régen meg, volt, ez is most mutatja. megtetszett kérdezni, hogy, és, hogy miért nem büszkére, miért nem legyek büszke. Mi fontos ma önnek az életben? Hát mindenek előtt van egy dolog, amit úgy hívnak, hogy élet. Az nagyon fontos. Az valami, ami ami benne van, az csak egy ilyen. Mm -mm. Maga az élet az egy nagy dolog. Ami benne van, az, az annyi felé ágazik, hogy hol egyik nap ez a fontos, másik nap a harmadik, meg az a fontos. Az élet maga fontos. A gyerek élete, a feleségem élete, az anyám élete. Hát mondhatnám, hogy mindjártunk ki. Nem akarok intimet kérdezni, de milyen apa jön, Cserhalmi György? Az, az jutott eszem, hogy aki ilyen, keresek egy jó szót igazságkereső, és meglehetősen fejlett érzékenységgel bír, az el tudja viselni azt, amikor akár kisebb korában, akár már felnőttként a lányát vélt vagy valós sérelmek érik, és nem áll oda, és áll ki helyette? Nincsenek ilyen problémái? Ez a gyerek okosabb nálam meg tudja védeni magát. Te soha nem is érzett erre nézés -készletés? Hát nézd, hogyha valaki oda menne, hogy hogyha valaki oda menne az utcán, és megpróbálna az én lányomat megsérteni, biztos, hogy hát, hogy mondjam már minimum búgócsigát csinálnék belőle. De ilyen még nem, nem történt meg, tehát nem tudok felelni rá, ez is csak egy elméleti dolog. Te aggódó apa, vagy inkább csak belül aggódik, Minden nem meri aggódó, mutatni. Van, el. aki nem meri mutatni? De, de, én merem is mutatni, meg ez egy, van, ez egy annyira szemérmes, szemérmes probléma. Ha a lányom orvos lenne, és ott éri valami méltatlan, itt üvöltenék, mint színész, hogy kikérem magam, de ugyan ebben a szakmában van ő film. És akkor mi van? Apuka megvédi a felnőtt gyerekét, annyira nevetséges. Megvédi ő magát. És ha nem, akkor megvédi a munkája. Nem látom magam előtt Cserhalmi Györgyöt, mint öreg színészt. Nem tudom elképzelni. Itt ül pedig, testt, Jaj, ne vicceljen. Csinál. Hány éves? 60? 65 leszek februárban. De van olyan képessége, ami mondjuk cserben hagyja, már a fizikai adottságai folytat. <laughs> bele gondolni ebben a kérdésben. Tényleg nem látszik 65 évesnek. <laughs> hát ez marha jó volt. Igen, van. Igen. Van. van. Érzi, birkózik vele? Nem, nem, ő már erősebb nálam. Nem érdemes kiállni ezekkel birkózni. Nem is foglalkoztatja? Nem, ez, ez minden nap. Természetesen. Az egy bolond ember, aki nem vesz észre, hogy ez fáj, az fáj. Nem vesz észre, hogy az édesanyja betegségében a sajátja is benne van. Nem, nem vesz észre, hogy egy elmúlás felé úton ő is halad. Ez mind bolond ember. És rendben van, hogy ez, a, ez az őszi hangulat még ezt talán meg is tudna emelni, ha nosztalgikus lennék. De nem az vagyok, hanem realista. És ezt én pontosan látom. Adja ugyanúgy, mint a zsigereimmel. Én örülök, hogy láttunk. Én is. Láttuk. Remélem folytatjuk még valamikor, és szerintem maradjunk annyi, hogy láttunk egy bölcs, 65 éves fiatal színét. Jó Isten értesen, szia! Köszönöm!